egyszer. Bizony gól helyzet. Gól! Artner. Nagyon ügyes legurítás, a lesz határon állt Artner, és a 18. percben Polster okos szabadrugása nyomán megszerzi a vezetést. 1-0. Kimaradt a képből, nem volt lesen, és éles szögből bár, most lehet látni, hogy még nincs, átlépik, átengedik, és itt már csak rajta múlik. 1-0. Bognár ismét összeakad a lába. Hörtnagl indít, Ogri szabadon, ez gólhelyzet, és az is 2-0. Ogri. Polster is benn volt, várta a lehetőséget, de Ogri természetesen maga intézte el. Lógott ez a levegőben bizony, 2-0 Ausztria javára, még csak azt sem mondhatjuk, hogy nem megérdemelt. Még Brockhauser mellett is elhúzta, és már Mésző hiába igyekszik vissza. Harmadik perc, Ausztria-Magyarország, 2-0. Lindmeier, Ogris indul be. Jó labda jön, Limperger megy ki rá. Lindmeier lesen. Les. Hát igen, vitatható. Még egyszer megmutatják, ha nem hinnénk a labda elrugásán pillanatát, tessék nézni. Nincs lesem. Igazuk van, nem lesz. Mészőjben maradt Katona. Nem tud kit játékba hozni nagyon, aztán ott felejti a labdát Lindmeiernél. Keglevics, nem lesz, Keglevics besétálhat vele, ha tud, tudott, 3-0. A védőink egymásra néznek, a lesz taktika is még sok gyakorlást igényel, mert így nagyon veszélyes, hogy nem egyetértésben sikerül végrehajtani. Brockhauser lába köszönöm be. Tetszik látni, egész a felezővonalnál, nem túl gyors két védőnk, Mésző és Pintér előre húzódott. 3-0. Aigner. Mésző jól lépett ki. Márton. Ez nem lesz, itt gólt lőhetett volna Jován, még mindig van lehetőség, kapufa! Na Jován! Fölszabadított. Balogh Tibor kapufája, ez volt az egyetlen magyar megmozdulás, ami számottevő.